Az Országos Polgárőr Szövetség kutyás tagozata hagyományosan Sümegen tartja 2 évente kötelező tréningjét. Elméleti és gyakorlati képzésben van részük ezeken az alkalmakon a kutyás polgárőröknek, majd vizsgáznak is. A fő szempont az engedelmesség, őrzővédő, valamint ügyességi feladatokat kell megoldaniuk a 4 lábú szolgálati kutyáknak. Lábhoz, ide! Lábhoz! Szebbnél szebb polgárőr kutyákat láthattunk a belváros egyik parkjában. Akár szépségversenyt is hirdethettek volna, ám ezúttal egészen más feladataik voltak a polgárőrség kötelékébe tartozó kedvenceknek. Ez kimondottan egy kutyás tréning, a vizsgával rendelkező polgárőr szolgálati kutyáknak egy tréningje. Azt tudni kell, hogy 2 évente kell vizsgáztatni a szolgálati kutyákat, hát és 2 év után újra meg kell csinálniuk a vizsgát, és így szervezzük ezeket a tréningeket országos szinten, hogy fel tudjuk készíteni a kutyákat a vizsgákra. Ezen az alkalmon 4 megyét képviselték a kutyás tagozat tagjai. Veszprém megyén kívül Komárom-Esztergom, Győr-Moson megye és Pest megye kutyásai érkeztek Sümegre. Minden a vizsgaszabályzat alapján történt. Első az engedelmesség, hogy a kutya szófogadó legyen, és mindenkor engedelmeskedjen a kutyavezetőnek, majd utána az őrzővédő és az ügyességi gyakorlatok következnek. Szeretném, hogyha Magyarországon a közbiztonság javulna, és én arra gondoltam, hogy itt, mint sümegi kutyás polgárőr, mindenképpen itt a helyem. Tehát ezért tartom fontosnak, hogy itt kell, hogy legyek. 2018-ban alakult meg a polgárőrség kutyás tagozata, akkor 11 szolgálati kutyájuk volt. Fejlődésüket jelzi, hogy mára ez a szám 84-re gyarapodott. S nézzük a főszereplőket, mely fajtájúak a legjobbak ezekre a feladatokra. A német juhász malinois, ami a legkézenfekvőbb alapvetőbb, de itt most látunk amerikai staffordshire terriert is, kúaszt is és keverékkutyát is.